Rákos Csaba egyik családok által kedvelt helyszíne az Ede utcánál található közösségi tér. Az elmúlt évek során azonban az ottani játszóeszközök elavultak, a sportpálya pedig előregedett. Erről már dr. Füzesi Péter alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője beszélt. Mint elmondta, Horváth Tamás polgármester korábbi döntésének köszönhetően a napokban indult meg az a nagy volumenű felújítás, amely 21. századi körülményeket fog teremteni a helyszínen. Egy műfüves foci és kosárlabda multifunkcionális pályát építünk ide, továbbá egy röplabda és lábtengó pályát, ezek szintén műfüvesek lesznek. Lesz egy futókör is, amit már a lakók nagyon szerettek volna, hiszen a régi salakos már régóta tönkrement, valamint több tágbalasztal és asztali tenisz asztal fogja itt bővíteni a lehetőséget a területen. Dr. Füzesi Péter hangsúlyozta, a már meglévő játszótér bővítése mellett újabb kikapcsolódást és komfortérzetet növelő eszközök is telepítésre kerülnek majd a beruházás keretében. További játszóeszközöket is helyezünk, hogy a játszóteret is bővítsük kicsit, és amit az igazán közösségi tér hangulata lesz ennek a környezetnek, azok a padok, szaletlik, amik kihelyezésre kerülnek, hogy a családok itt a szabadban el tudják tölteni a szabadidejüket, valamint több száz növénnyel tesszük igazán otthonossá ezt a területet. Az önkormányzati képviselő végezetül utalt arra is, hogy a rongálásos esetek megakadályozásának érdekében térfigyelő kamerák felszerelését és üzembehelyezését is el fogják végezni a szakemberek. A két fázisban megvalósuló munkálatok várhatóan 2024 második negyedévében fejeződhetnek be.